Tudom, már jön az ősz és sárgulnak a levelek, de hadd mutassak be négy olyan férfi parfümöt, ami szerintem nem csak kizárólag nyáron, de a többi évszakban is akár kiválóan működhet. Kezdeném először is egy atomerőművel, mármint ami a tartóságot és a hatósugarat illeti, ugyanis a Kenzo Home Intense, ráadásul EDT, mégis annyira erős, hogy képzeljétek el, hogy kíváncsiságból én ráfújtam ide a kézfejemre, és kétszer egymás után szappannal próbáltam lemosni, de mint hiába, ugyanis akkor szinte ugyanúgy lehetett érezni, és még másnap reggel is, úgyhogy én eléggé el voltam képedve, hogy ennyire tartós parfüm manapság egyébként szerintem elég ritka, bárcsak minden jó illat ennyire tartós lenne. Szóval erre igazán nem lehet panasz, és szerintem az üveg is tök jól néz ki, egy ilyen kis bambuszt ábrázoló minta. Az illat szerintem fenomenális, nagyon egyedi, én ehhez hasonlót még soha nem éreztem, megmondom őszintén. Nem volt szerencsém egyéb Kenzo illatokhoz, de tényleg ehhez fogható illatot én még nem éreztem férfi parfümök között, úgyhogy eléggé kitűnik a tömegből. A fej az kezdődik a vízi jegyekkel, a dinnye, amitől ad egy ilyen pici gyümölcsös világot az egész illatnak, a bors, a fűszerek, de igazából a füge az, ami hál' Istennek úgy dominál benne, mert szerintem ettől aztán tényleg egy ilyen friss, nagyon érdekes karakterű parfümmé fejlődik ki a szantálfával karöltve, amitől ad neki aztán meg egy ilyen nagyon-nagyon vonzó, szexi illatot, és aztán finoman a legvégén pedig előbukkan a pacsuli, amitől egy ilyen még fásabb és még zöldebb illatot kapunk a bőrön. Rajtam egy picit édesebb illatnak mondanám, és pont ezért gondolom azt, hogy ez egy ilyen nagyon vonzó illat tud lenni, de nem az a gej, nem az a túl édes, hanem szerintem pont jól el van találva, és hát ráadásul, mondom, ezzel a tartossággal ez egy bombavétel. Lanvin Le Homme Sport. Tök jó a kis üvegen, kis ilyen matt felületű, és ami itt érdekesség, hogy a kupaknál van ez a lehajtató rész, szerintem baromi jól néz ki. És hát annyi, hogy a sport név egy picit talán megtévesztő lehet, mert aki egy ilyen nagyon tipik ilyen edzőtermi parfümre számít, úgymond ilyen egyszerűbb, tipik nyári sportos edzőtermi parfümre, az kellemesen csalódhat, ugyanis ez egy szerintem sokkal egyedibb és kifinomultabb kis illat. Kezdődik az amalfi citrommal, a bergamottal, a borsa. A zsája ad neki egy nagyon finom, érdekes fűszeres jelleget. Háttérben ott énekel a levendula, és tölgymoha, pézsma, és itt is finoman a pacsuli. Igen, ott a pacsuli az tényleg inkább a legvégén érezhető, amikor már mondjuk egy ilyen 2-3 óra múlva lecsillapodott az illat. Összességében egy igazán nyáriasnak mondanám. A kék illatok és a zöld parfümök közti átmenetet képzi szerintem. A zöld az azt jelenti, hogy nem egy kifejezetten nagyon vízi, nagyon kék, nem is tudom ezt másképp jelenezni, illat, hanem előjön belőle ez a zöld, kicsit teás, kicsit ilyen, hát a zsája, szerintem a citrus és a zsája adja meg neki ezt a különleges és zöldebb karaktert. A tartósága, hát itt azért most mondjuk a Kenzohoz képest ez jóval gyengébb. Az én bőrömön körülbelül 4-5 órát bír, de hát ruhára permetezve én simán éreztem 2-3 napig is, szóval úgy meg összességében a 9000 forintért szerintem, vagy azt hiszem, hogy 9 körül van, egy nagyon jó vétel. Még mindig kék üveg, Issey Miyake Le Bleu, ami egy személyes nagy kedvencem így a meglévő férfi designer parfümém közül. Egyrészt maga az üveg is szerintem baromi jól néz ki, tökre ötletes, és
Igen, még az üvegről annyit, hogy itt is egy picit megtévesztő, de itt a szín, mert ennek szerintem zöld színt kellett volna kapni. Ugyanis ez egy szerintem inkább ilyen örökzöldekre emlékeztető illatvilág. Kezdetben a mandarin, a rozmaring, ami egyébként végig uralkodik a parfümben, egészen a lecsengésig ott van a rozmaring. Bergamot, citromfű, borókabogyó, gyömbér, levendula, bors, cédrus, pacsuli. A pacsuli itt is szintén a végén érezhető inkább jobban. És a rozmaring miatt van még egy ilyen picit teás beütése az illatnak. Annyira finom, annyira nem is tudom, mély, karakteres, gyengéd, finom, de mégis férfias, és éppen ezért szerintem én azt mondom, hogy nem is kizárólag nyári, én simán el tudnám képzelni bármelyik évszakban. Nagyon egyedi, egyszerűen varázslatos, és úgy olvastam, hogy lehetséges, hogy meg fog szűnni. Ez szomorú. Sok kékség után végre egy fehér, letisztult szép üveg, a Lalique White, ami az egyik nagy kedvencem. Egyébként érdemes a Lalique illatoknak, aki nem ismeri esetleg a márkát, utána nézni, mert nagyon jó és egyedi illatokat gyártanak, és kifejezetten jó áron kaphatók. Ez a White, ez, ahogy az üvege is sugallja, egy ilyen nagyon letisztult, puha, simogató, szép férfi illat, amiben a bors az uralkodó illatjegy szerintem, illetve az én bőrömöm, de még így is, hogyha így szagolom, így is nagyon ki lehet érezni a borsot. A cédrussal, a pézsmával, de először nagyon szépen jön belőle. Á, ki is fújom. Igen, a bergamot, ez a citrusos. Először így ez a citrusos világ kezd... nagyon annyira finom, nagyon egyedi. A tamarind az egy indiai gyümölcs, bár nem tudom, hogy milyen illata van, de ott van az összetevők között. Elemi, szerecsendió, kardamom, ibolya, cédrus, pézsma, tölgymoha, borostyán. Ami mindig eszembe jut erről az illatról, ültem egyszer egy fehér, szintén fehér roverben, és aminek bőrülései voltak. És mindig ez az autó jut eszembe, amikor benne ültem. Ilyesmi illatot éreztem valahogy. Nincs benne bőr így a jegyzetek között, vagy a felsorolt illatiek között, de olyan, mintha lenne benne picit ilyen valami bőrös beütés, mint egy szép luxus autóban, amikor olyan friss illat van, és mondjuk leeresztett ablakkal elhaladtak egy erdő mellett. Nem tudom, ez jut róla mindig eszembe, ehhez tudnám leginkább hasonlítani. Ezt is simán el tudnám képzelni, akár bármelyik évszakban. Nem húznám rá azt, hogy lesz kizárólag nyári illat. Isteni. Zöld, ropogós, friss, mámorító. Nagyon szeretem. Hát ez lett volna a 4 designer férfi parfüm, amit én nagyon szeretek, és mindenképpen úgy éreztem, hogy érdemes róluk beszélni. Remélem, hogy sikerült felkeltenem az érdeklődéseteket. Aki esetleg próbálta valamelyiket, vagy van vele bármelyikkel tapasztalata, az írja meg kommentben.